Az idei tanév első napján átadták a Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új ebédlőjét. A melegítő konyhás helységben egyszerre több mint 140 gyerek ülhet le ebédelni. Ez az iskoláknak az ebédlője a jelenlegi átalakítás után 144 gyerek egyszeri leültetésére teszi alkalmasra ezt az ebédlőt. Valamikor a nyár folyamán kezdte el az Itrend szolgáltatónk ezt a teljes átalakítást, a régi ebédlőnket teljesen lebontotta az álmenyezetet, új füstérzékelőket szerelt fel, teljesen új és korszerű adagolópultot helyezett el, és hát ha körbenéznek, akkor látják a dekorációt is, ami a 21. századi elvárásoknak megfelel, és a gyerekek igényeit kielégíti, szép színes és az egészséges táplálkozást és étkezést reklámozza és tudatosítja innen keresztül is a gyerekekben. Többek között a Dombóvári Evangélikus Általános Iskolában is az egyik gyermekétkeztetéssel foglalkozó cégcsoport gondoskodik a diákok iskolai étrendjéről. Az új ebédlő egy melegítő konyhával rendelkezik, így biztosítva a központilag szállított ételek megfelelő tárolását és tálalását. A szolgáltatónk és az egész városban is az Itrend szolgáltató szállítja a meleg ebédet. Egy központi főzőkonyháról hozzák ide az étkezési alapanyagokat, és gyakorlatilag itt egy melegítő konyhánk van. A melegítő konyhánk teszi alkalmassá az étkezés és az ebéd frissen tartását, melegítését, HACCP szabályoknak megfelelünk, és így gyakorlatilag teljesen korszerűen, frissen meleg ebédet tudunk felszolgálni a gyerekeknek. Ünnepi beszédében Takács Zsolt ügyvezető is kiemelte a kulturált körülmények kialakítását. Fontosságát a gyerekek étkeztetésében. Arra törekszünk mi, hogy a menzát egy kicsit átalakítsuk, és ilyen gyermekbarát éttermeket hozzunk létre, mint ez az ebédlő is. 14 darab van ilyen pillanatban az országban, ilyen ebédlő. Mindegyik egy kicsit más, és a helyi igényekhez igazodik. Természetesen az intézmény, illetve a munkatársaim is részt vesznek ezeknek az ebédlőknek a tervezésében. Ugye ez attól igazán specifikus, hogy az étkezési élményt javító Maslow-piramú is szóbetűk jelen vannak az ebédlőben. Ez ami a külcsín, mögötte pedig a gyerekek érdekében javítottuk a tálalási feladatot, gyorsítottuk a kitálalást, és gyorsítottuk bent is az elmosogatást, az mind a gyermekekért és mind a munkatársunk érdeke is. 300 gyerek érkezik az ebédlőben. Az intézmény abban a szerencsés helyzetben, hogy alapterületeiben véve is egy nagy tárolókonyha, befejező konyha van, és úgy gondolom, hogy most pedig egy ehhez az intézményhez méltó ebédlő párosult. Az iskola ebédlőjére már ráfért a felújítás, hiszen elég rossz állapotban volt. A gyerekek a tanév kezdetével viszont már modern, tiszta és jó körülmények között étkezhetnek az iskolában. Az intézményben a nyáron viszont nem csak ez az egy helység újult meg. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon igényes, letisztult formát sugároz, és a gyerekek nevelésére is alkalmas. Minden tekintetben megújultunk. Megújultunk asztalokban, székekben, fali dekorációban, melegítő konyhában, kiszolgáló pultban. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ezt a város támogatásával megkaphattuk. Büszkén jelenthetem, hogy a nyár folyamán evangélikus fenntartás alatt állunk, és a Magyarországi Evangélikus Egyház, mint fenntartónk, jelentős anyagi támogatást biztosított a nyáron arra, hogy egy kicsit megújuljunk. 1982-ben adták át ezt az iskolást, lapos tetővel van szigetelve, és azóta nem volt felújítva a tetőzetünk, úgyhogy rengeteg helyen befolyt már a tető, így aztán a nyáron, tavasszal a második emeleti szintet újítottuk fel, most a nyáron az első emelet teljes szintjét újítottuk fel, ez mintegy 34 millió forintos beruházás volt, és a jelenlegi magas rezsiköltségekre tekintettel már nem csak a csapadékvízelvezetést és szigetelést biztosítottuk, hanem a tetőszerkezet egy teljes hőszigetelést is kapott. Nem csak az ebédet, de a 10 órait és az uzsonnát is itt fogyaszthatják ezentúl a diákok.